Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Ez egy spontán jóslás. Itt a képen látható az, hogy mi történik a mai napon, vagy a közeljövő napokban. Valaki közeledik hozzád. Az egyik kezében ott van a szív, úgy tesz, minthogyha jó lelkű lenne. A másik kezében viszont tartja ezt az almát, és ha megnézzük ezt a képet, akkor a hófehérkére gondolunk, és a gonosz királynőre, tehát az lehet, hogy ez egy mérgezett alma. Számodra ez azt jelenti, hogy valaki jön hozzád, vagy kapsz egy hírt, de figyelj oda erre, mert ez lehet egy rossz szándék is. Itt a képen egy királynő, tehát egy hölgy látható, de a képeknek mindig van szimbolikus jelentése is. Lehet, hogy egy férfi közeledik hozzád. Amit még látunk ezen a képen, a lepkék. Te fel fogsz szabadulni, mert kilépsz ebből a helyzetből, vagy lezárod ezt a hamis kapcsolatot. Ez a kép téged szimbolizál. A kezedben van ez a könyv. Ez utalhat tanulásra, továbbképzésre, de őrzi a titkokat is. Légy titokzatos. De azt is jelentheti, hogy valaki eltitkol előled valamit. Amit ez a kép még jelent számodra, ez a trón, vedd birtokodba ezt a trónt, ülj oda le, és ez azt jelenti számodra, hogy foglald el a helyedet az életedben, hiszen megvan a tudásod, a tehetséged, amire ez a könyv utal. Amit még figyelembe kell venni ennél a képnél, azok a maszkok. Valaki maszkot visel a környezetedben, és az a fontos, hogy átláss ezeken a dolgokon. Itt ezen a képen szintén ez a trón látható, tehát foglald el a helyedet. Ott vannak a könyvek, az utal a te tudásodra. Lehet, hogy lesz egy továbbképzés is, és amire az édességek utalnak, ez lehet egy meghívás, mint például egy kávéra. Ez kellemes, ezt elfogadhatod. De a képeknek van szimbolikus jelentése is, és utalhat arra, hogy valaki olyan mézes, mázassan közeledik hozzád, de ez a személy maszkot visel. Tehát láss át a dolgokon. A háttérben az a fa, az jelentheti a gyógyító erőt. Lehet, hogy itt lesz nálad egy továbbképzés a gyógyászat területén. Amit a fa még jelent, hogy le tudsz gyökerezni valahol. Tehát beleülsz ebbe a trónba, elfoglalod a helyedet. És jól alakulnak a dolgok, hiszen látható a képen, itt minden kivirágzik. Ez a kép téged szimbolizál. Ott vannak előtted és a hátad mögött az utak, és az azt jelenti, hogy te változások előtt állsz. Melyik úton tovább? A háttérben az a ház utalhat az otthonodra, a szomszédokra, a környezetedre, vagy a családra. Itt is lesznek változások. És előtted a másik út lesz egy új irány. A hajad fel van díszítve a virágokkal, az utalhat a szép gondolatokra, vagy jó ötletekre, egy kreatív tevékenységre, amit szeretnél megvalósítani, és ez a zöld ruha utal a gyógyító erőre. Itt lesz gyógyulás, ha betegségekről van szó, de azt is jelentheti, hogy megvan a tehetséged,
és nálad van meg ez a gyógyító erő, és ez a hivatásod. A virágok jelenthetik azt, hogy itt megvan ez a gyógyító erő a természetből, vagy kivirágzik valami, hiszen eléred a céljaidat. Amit a lepkék mutatnak, az a lélek. Az ősi kultúrában a lepkék szimbolizálták a lelki kapcsolatokat, tehát itt szerelemről is van szó. És az a kis madár a háttérben utal a levegő elemére, a könnyűségre, hogy felszabadultnak érzed magad, azon kívül szimbolizálja a kommunikációt. Hamarosan lesz egy jó hír, lehet, hogy a lelkitársattól. És én kívánok neked minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera!